皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今日もいっぱいいっぱい新しいことを勉強しましょう。カタカナ、挨拶、簡単な文の作り方などをじゃあ始めましょう。いや、それとももっとかっこいい言い方でレッツスタート。ピクチャー先生、日本語を勉強しよう。Köszönöm, hogy velem tartotok a második órán is. Az előző óra egy kicsi hektikusra sikerült, úgyhogy a múlt héten kihagyott dolgokra vissza szeretnék térni. Az első az a kiejtésben fontos dolog, például a rá sor. A Japánban a rá ri rü re ro sor az nem a magyar rá ri rü, tehát nem egy pergős R hang, valamint nem is az L hang, tehát nem lá li lü le lo, hanem pont a kettő között, tehát ha a nyelvünknek az állását megfigyeljük, se nem túl hátul, se nem túl elő, hanem pontosan így a kettő között érinti a szájpadlásunkat a nyelvünk, tehát rá, ri, rü, re, ro, így hangzik. Továbbá a második dolog, amit kifelejtettem, az a hű hangnak a képzése, ugye a H sornak a harmadik hangja, H, hi, hű, he, ho. Nem biztos, hogy az én kiejtésem tökéletes, de az biztos, hogy nekem annól úgy tanították, hogy mint ahogy a gyertyát el akarod fújni, tehát a két kis ajkadat összecsücsöríted, és úgy fújod ki a levegőt. Hű, hű, hű. Tehát nem hű, és nem is fű, hanem egy harmadik hang. És amikor például ezzel a hű és a kis ível írunk hangot, akkor az pedig hi. Hi. Jaj, kicsit fütyültem is közben. Hoppá. Tehát, ha jól tudom, akkor ezt a két hangot hagytam ki. Igyekszem mindenre odafigyelni, hogyha esetleg kifelejtenék valamit, akkor azt kérlek nézzétek el nekem, nem vagyok tökéletes, de igyekszem a lehető legjobbat adni, és ha én is nyilván utólag megnézem a videót, ha valami hibát találok, akkor azt a következő videóban javítom. A mai óra első anyaga az úgynevezett katakana, tehát ez a második fajta írásrendszer, amiről tulajdonképpen olyan nagyon-nagyon sokat nem szeretnék beszélni, ugyanis az egésznek a felépítése nagyjából megegyezik a hiraganáéval, annyi, hogy máshogy néznek ki az írásjegyek. Ami esetleg problémát okozhat, vagy különbség a hiraganához képest, az az, hogy míg a hiraganák esetében űvel hosszabbítottuk az ó hangot, vagy például á-val az á hangot, a katakanák esetében egy egyenes vonallal fogunk hosszabbítani minden egyes ilyen idézőjelben magánhangzóra végződő hangot, tehát mit tudom én, a k hangot egy hosszú vonallal, mögötte k, továbbá ma vonal hozzá má, vagy mó, vagy bó. Tehát például Japánban ugye ezt nagyon menő külföldi kifejezéssel az a saját autómat, az én autómat ugye úgy nevezik, hogy Maika. A leírásban ugyanúgy megtaláljátok majd a katakanához kapcsolódó kis oldalakat, ahol lehet ezeket gyakorolni. A külföldi szavak átírásával kapcsolatban annyit, hogy a Japánban nem található meg a si szótag, ezért az összes ilyen hangot si-nek ejtik. Ami azt eredményezi, hogy a si hangot tartalmazó szavak meglehetősen érthetetlenné válnak, tehát például a CD-ből CD lesz, vagy a City ebből lesz shitty, ebből lehetnek néha félreértések, tehát például a sit down gyakran lesz shitto down, vagy a hat, mint six, az pedig sikkösző. Hát furán hangzik, de ez van, a magyar kiejtés sem tökéletes. Továbbá a ti szótag sincsen, ugye nyilván mivel, hogy csi lesz, például a ticket az csiketto. Ezekre oda kell figyelni. Most ilyen különösebb szabályt erre, hogy hogyan írják át az angol szavakat, vagy az angol szavaknak megfelelőt hogyan írják le, ezt nem fogom elmagyarázni, mert ez borzasztó sok lenne. Inkább ahogyan haladunk az órával, vagy az órákkal, szépen mindig a kapcsolódó angol, vagy külföldi eredetű, vagy más nyelvből eredő szavakat megmutatjuk, hogy hogyan kell leírni. Tehát kérlek, a katakanákat is, ugyanúgy, mint a hiraganákat gyakoroljátok. Ez egy jellegzetes dolog, hogy az egyetemen is nálunk ugye mindenki már tökéletesen tudta írni, olvasni a hiraganát. Katakanát meg szinte senki nem tudta olvasni, írni. Állandóan elrontottuk, úgyhogy én azt ajánlom, hogy bármennyire is élvezitek, hogy már le tudjátok írni a hiraganákat, a katakanákat is ugyanannyit kell gyakorolni. Ugyanolyan fontosságú, mint a hiragana. Erre figyeljünk oda. Ennek az órának a második pontjaként az egyik legfontosabb dologra, a bemutatkozásra szeretnék kitérni. Japánban, mint ahogy másoknak is elég gyakran, ennek is megvan egy ilyen viszonylag kötött formája, ami pedig így hangzik. Ezt én ajánlom mindenkinek, hogy magolja be, igazából 2-3 mondatot kell bemagolni, tehát nem egy nagy ördöngösség. Az első kifejezés az úgy hangzik, hogy hajimemashite. Mondjuk el még egyszer. Hajimemaste. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy most először találkozunk. Ezzel jelzett, hogy valakivel életedben először találkoztál, nyilván második alkalommal vagy további alkalmakkal ezt már nem érdemes elmondani, mert ezzel tulajdonképpen csak azt jelzett, hogy nem jegyezted meg, hogy találkoztál az illetővel, ami ugye illetlenség. Próbáljuk meg ezt leírni katakanával. Hajimemaste. A következő mondat, ami ezután következik, az a nevünknek az elmondása. Ezt többféleképpen el lehet mondani. Lehet a világ legegyszerűbb módján az, hogy Viktor desz, tehát magyarul Viktor vagyok. Létezik egy másik fajta, szintén egyszerű módja is. Watashi no namae wa Viktor desu. Az én nevem Viktor. A harmadik mód, amit én gondoltam, hogy még lehetséges, Watashi wa Viktor to iimasu. Itt a watashi wa az nem feltétlenül kell, azt is mondhatjátok csak simán, hogy Viktor to iimasu. Nyilván azt nem mondjátok, hogy Viktor, kivéve, hogy úgy hívnak titeket is, hogy Viktor. Valamint a negyedik formula, úgymond, az egy alapudvarias kifejezés, ami ugyanazt jelenti, hogy Viktornak hívnak. Viktor to moushimasu. Viktor to moushimasu. Ezután pedig következik a negyedik mondatunk, ami tulajdonképpen így ennek az egész bemutatkozásnak mindig a megkoronázása. Annyit tesz, hogy nem tudom, hogy ajánlom magamat, vagy számítok a kedvességére, vagy valami ilyesmi. Ez úgy hangzik, hogy Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ezt az órák elején én is el szoktam mondani, ez nyilván nem csak a bemutatkozásoknál, hanem amikor mondjuk valamit kérünk, akkor is ezt hozzá lehet. Hát tulajdonképpen azt is jelenti, hogy kérem szépen. Tehát mondjuk el akkor még egyszer a bemutatkozásunkat az elejétől a végéig. Hajimemaste. Watashi wa Viktor to iimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Az utolsó résznél hát szerintem érdemes meghajolni. Egy japán általában nagyon ritka szerintem, hogy így kezet ráznak, főleg első találkozásra, úgyhogy ezt is lehet egyébként otthon egy kicsit gyakorolni. A meghajolásról most nem akarok bővebben belemenni, annyi, hogy szerintem ez nem egy karateedzés, tehát nem így. Nem kell a másikat szemmel legyőznünk, pont az a lényeg, hogy ezzel kifejezzük, hogy egy kicsikét így alázatosan állunk szembe a másik féllel, tehát érdemes lefele nézni. Én mindig azt mondom, hogy nézzük meg a másiknak, hogy milyen cipője van, nézzük meg, hogy be van-e neki kötve, és utána nézzünk fel, és akkor minden jó lesz. Ennek az órának a harmadik pontjaként szeretnék kitérni egy elég alapvető nyelvtani dologra, ami pedig a személyes névmások. A személyes névmások esetében a kategóriák tulajdonképpen ugyanaz, mint a magyar nyelvben, tehát van egyes szám, többes szám, egyes szám, első személy, második személy, harmadik személy, stb. 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 Viszont a használatuk annyiban tér el, hogy azért Japánban szerintem nem annyira jellemző, hogy a másiknak azt mondjuk, hogy te vagy ön, tehát nem ezzel, nem a személyes névmással magáznak. Úgyhogy én nem feltétlenül javaslom ezeknek a használatát, viszont érdemes tudni, és azért esetenként használjuk nyilván, tehát ha nem használnak, akkor nem létezne a nyelvben. Tehát nézzük akkor, hogy mik ezek. Watashi, anata, kare, mint fiú, kanojo, mint lány, valamint kore, sore, are. Ez mind a három azt jelenti, hogy ez az, amaz. Watashi tachi, anata tachi, kare ra. Tehát akkor most próbáljuk meg még egyszer elismételni. Watashi, anata, kare, kanojo, are. Watashi tachi, anata tachi, kare ra. Az egyes szám harmadik személynél semleges személyes névmás nem véletlenül, hanem direkt are-re lerövidítettem. Létezik kore és sore is, de ennek a használatában majd a későbbiekben fogunk belemenni, egyenlőre elégedjünk meg ennyivel. Még egy fontos dolog, amit el szerettem volna ezeknek a személyes névmásoknak a használatával kapcsolatban mondani, hogy nyilván sokan néznek közületek animét. Az animéknek a nyelvezete nem teljes mértékben fedi a valóságot, tehát az ore, meg az ilyen kifejezéseket szerintem egyelőre azon a szinten és azokkal az emberi kapcsolatokkal, amikkel Japánban rendelkezünk jelenleg, szerintem kerüljük, maradjunk meg a watashi, vagy esetleg a boku kifejezésnél, ami az én, tehát engem illet. A te esetében az anata, az meglehetősen egy ilyen közeli kapcsolatot jelent az illetők között, a beszélők között, úgyhogy én az anatát sem használom, nem ajánlom, inkább helyette az illetőnek a nevét. Az anata helyett ugye nyilván animékben hallunk teme, Kisama, Omae. Ezeket nem ajánlom egyiket sem. Következő pontunkban ki fogunk térni egyszerű, kijelentő, állító japán mondatoknak a készítésére. Maga a séma meglehetősen egyszerű. A wa B desu. Tehát az A, tehát az nagy A betűt, azt helyettesítjük majd valamivel, továbbá a nagy B betűt is helyettesítjük majd valamivel. A wa partikula, az a témajelölő, tulajdonképpen az A és a B között egy egyenlőségjelet húz, tehát az A az a B. A des az pedig egy, hát egy úgynevezett kopula. Nem hiszem, hogy nagyon sokan használtok így a mindennapi életben ezt a kopula nevezetű kifejezést. Tehát a des az tulajdonképpen csak egy ilyen formula, amivel befejezzük a mondatot. Erre sem szeretnék most lényegesebben kitérni. A lényeg az, hogy használjuk és mondjuk így egyenlőre, amíg nem haladunk tovább. Most pedig, hogy tudjunk egyszerű mondatokat készíteni, nézzünk 10 szót, amit mindennapokban használhatunk, valamint amivel tulajdonképpen mindannyian szerintem rendelkezünk. Első szó. Kaban. Kaban. Táska. Kóto. Kóto. Kabát, szájhű, szájhű, pénztárca, pen, toll, empicű, ceruza, kasa, esernyő, csiketto, jegy, okane, pénz, keitáj, mobiltelefon, kücű, cipő, bósi, kalap, vagy sapka, sácű, ing, tísacű, póló, megane, szemüveg. Szeretném, hogyha ezeket megpróbálnátok még egyszer meghallgatni, megállítani a videót, és megpróbálni leírni őket hiraganával vagy katakanával. A megoldást pedig láthatjuk a képernyőn. Igen, tehát így kell ezeket írni, hasonlítsátok össze, hogy sikerült-e mindegyiket leírni. Én biztos vagyok benne, hogy sikerült, mert már nagyon-nagyon sokat gyakoroltátok a hiraganákat és a katakanákat. Most, hogy már rendelkezünk némi szókincsel japánul, próbáljunk meg egy kicsit bonyolultabb mondatokat is összerakni, amihez segítségül fogunk hívni egy mutatószót, ami a kore kifejezés, azt jelenti, hogy ez. Továbbá az előbb megtanult személyes névmásokat, valamint egy no partikulát, ami egy birtokos partikula, és az előbb megtanult szavakat. A birtokos szerkezet ugyanúgy néz ki, mint a magyarban. Birtokos, no partikula és birtok. Watashi no kücű. Az én cipőm. Kare no empicű. Az ő ceruzája. Kanojo no bósi. Az ő sapkája, a lányé. Watashi no okane. A mi pénzünk. Na akkor most az előbb, amit elmondtam, próbáljuk megértelmezni. Mutatószó, kore, aztán a témajelölő wa partikula, wa, aztán egy személyes névmás, watashi, no partikula, no, ceruza, empicű, és a kopula a végére, des. Kore wa, watashi no empicű des. Ez az én ceruzám. Wow! Sikerült az első mondatot kimondanunk japánul, ami már mondhatni, hogy egy viszonylag bonyolultabb mondat, mint az, hogy watashi wa bitta desu. Ezúttal nem ceruzával, hanem, mit tudom én, inggel. Kore wa watashi no shatsu desu. Most próbáljunk meg egy mást mondani. Kore wa watashi no kaban desu. Remélem a jelentését most már mindannyian tudjátok. Most ezúttal próbáljunk kicsit változtatni a személyes névmásokon is. Kore wa anata no enpitsu desu. Kore wa kare no kutsu desu. Akkor most fogok mondani pár mondatot magyarul, és szeretném, hogyha ezt megpróbálnátok lefordítani japánra, amit nem csak úgy szeretném, hogy elmondjatok, hanem írjátok is le. Tehát a mondatok a következőképpen hangzanak. Ez az én kabátom. Ez az én jegyem. Ez az én szemüvegem. Ez a te cipőd. Ez a mi pénzünk. Ez a ti ceruzátok. Ez az ő esernyőjük. Vajon sikerült, ezek nagyon nehezek. Nem nehezek egyáltalán? Hallgassuk meg most akkor a megfejtéseket. Ez az én kabátom. Kore wa watashi no kóto desu. Ez az én jegyem. Kore wa watashi no chiketto desu. Ez az én szemüvegem. Kore wa watashi no megane desu. Ez a te cipőd. Kore wa anata no kutsu desu. Ez a mi pénzünk. Kore wa watashi tachi no okane desu. Ez a ti ceruzátok. Kore wa anata tachi no enpitsu desu. Ez az ő esernyőjük. Kore wa karera no kasa desu. Ezúttal fokozzuk még egy kicsit ezt a mondatgyártást, hogyha ennek az egésznek a végére oda teszünk egy ka kérdőszócskát, akkor tulajdonképpen megkaptunk egy japán kérdést Ami azért nagyon jó, mert nem olyan bonyolult, mint mondjuk az angolban, tehát nem kell a szósorrendet felcserélni, stb. Hanem csak a végére oda tesszük ezt a kérdőszócskát, hogy K. Tehát kérdezzük meg azt, hogy ez a te pénzed? Kore wa anata no okane desu ka? Ez az én cipőm? Kore wa watashi no kutsu desu ka? Ez a ti kabátotok? Kore wa anata tachi no kóto desu ka? Ezzel most már meg tudunk kérdezni egy jó pár dolgot a japán ismerőseinktől, valamint el tudjuk mondani, hogy esetleg micsoda kié. Amit ismételten szeretnék ajánlani, hogy ezt az anata, kare, stb. Dolgot, ezt ne erőltessük, hanem inkább próbáljuk meg az illetőknek a neveivel felcserélni a személyes névmásokat. Tehát mondjuk, ha van egy Taró nevezetű ismerősöd, akkor próbáljuk meg megkérdezni, hogy Kore wa Taró no kutsu desu ka? Sokkal jobb, mint hogyha azt mondanád neki, hogy Kore wa anata no kutsu desu ka? Ez egy kicsi túl személyes szerintem. Vagy mit tudom én, van egy Kobayashi-san nevű kollégád, és találsz egy pénztárcát az asztalon, és megkérdezed egy másik kollégádat, hogy te, ez nem a Kobayashi-nak a pénztárcája? Akkor ez marha egyszerű, azt mondod neki, hogy Kore wa Kobayashi-san no財布 desu ka? Ennyi volt a mai óra, szerintem rettentő sokat haladtunk, nagyon-nagyon sok mindent tanultunk, talán még egy kicsit túl sokat is. Házi feladatnak azt szeretném, hogy próbáljátok meg minél több kombinációt kihozni kijelentő, valamint kérdőmondatokból, cserélgessétek mindig a szavakat, valamint a személyes névmásokat, próbáljátok meg leírni. Nem számoltam ki, mennyi kombinációt lehet kihozni ebből, de biztos vagyok benne, hogy 20 mondatot ki lehet, tehát ha tudtok, akkor próbáljátok meg 20 mondatot leírni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, és igyekszünk majd jelentkezni egy következő videóval. Jane!